Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki. Ezért került sor a tűzgyújtási tilalom elrendelésére. Itt Zemplénben az erdőségek miatt erre fokozottan kell figyelni, tájékoztatott Barna Norbert, tűzoltó főhadnagy. 2011. július 8-ától átmeneti időre tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Vidékfejlesztési Minisztérium. Ugye a nagy hirtelen jött meleg, a kánikulai időszak, illetve a csapadékmentes időjárás miatt el kellett rendelniük ezt a tűzgyújtási tilalmat. A tűzgyújtási tilalom az ország egész területére vonatkozik, és az erdőterületekre, illetve az erdőterületektől számított 200 méteren belülre érvényes. A tűzgyújtási tilalom nem csak az erdőkre, hanem a mezőgazdasági területekre is vonatkozik. Ezeket veszélyeztethetik a kiszáradt árokparton, a vasúti töltések és az utak mentén keletkező tüzek is. Mindenre vonatkozik, tehát az erdő és az erdőterülettől számított 200 méteren belülre mindenfajta égetésre. Tehát, hogyha erdőben járunk és kijelölt tűzrakó helyen szeretnénk esetleg szalonácsotni, stb. Ezekre is vonatkozik, tehát itt se lehet, illetve a közúti vasútmenti fásításokban, ami érinti ezt a 200 méteren belüli területet, semmiféle, tehát dohányneműt nem szabadna kirobni azon közlekedőknek, vagy a kirándulóknak nem szabadna dohányneműt, égő dohányneműt meg főleg eldobni, illetve például figyelni kell arra is, hogy a üveget, amit esetleg eldobnak, annak is a napsugár által való fókuszálásával olyan tűz keletkezhet, amit már nem lehet határok alatt tartani, vagy határok között tartani. Az a személy, aki a tűzgyújtási tilalmat megszegi, szabálysértést követel. Ez a közlemény, amit most az OKF főigazgatóság adott, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium büntethető, szabálysértést követel az, aki ennek ellenére tüzet gyújt, illetve valamilyen olyan cselekményt végez, itt például tényleg a dohánynemű eldobására gondolok, ami közvetlenül tűzveszélyt okozhat, illetve ezáltal keletkezett a tűz. Nyilván ezt nagyon nehéz bizonyítani, tehát ezt tanúkkal kell bizonyítani, stb. Ennek az eljáráson a más eljárás van maga után, de büntethető, szabálysértést követel, és ezáltal a pénzbírsággal is sújtható. A tilalomról további információkat találnak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.